ott különböző agyműködésekkel, nem tudom, epilepszia vizsgálat, alvás. Megtelt a Tolnai Gimnázium könyvtára, olyan sok tanulót érdekelt a pszichológus szakma. Köztük volt Vas Viola is. Elmesélte, hogy milyen az élet az egyetemen, hogy kiknek ajánlja a pszichológia szakot, mik szükségesek a felvételihez, milyen fakultációkat érdemes felvenni. Steinbach Gergő, a Balassa János Kórház sürgősségi osztályának rezidens orvosa, pedig az orvosi hivatásról tartott előadást. Elmondtam, hogy szakmailag, emberileg és anyagilag is jól járnak, hogyha az orvoslást választják. Már dolgozó orvos, radiográfus, karriertanácsadó, valamint gyógytornásznak, pszichológusnak, közgazdásznak tanuló szakemberek tartottak előadást a Tolnai Gimnáziumban. Egy valami közös bennük, mindannyian egykor ebben az iskolában érettségiztek. A különböző szakmák képviselői most azért érkeztek egykori iskolájukba, hogy a képzésekről, valamint a munkáról releváns információkat adjanak át a pályaválasztás előtt álló diákoknak. A gimnázium igazgatója azt mondja, nagyon motiválja a tanulókat, ha egy volt diákat betekintést a munkavilágába, vagy éppen az adott képzésbe, mivel egy nyelvet beszélnek. A hatosztályosban 7-től 8-tól találkozhatnak olyan volt diákokkal, akik jelenleg valamilyen egyetemen, főiskolán tanulnak, vagy éppen végeztek és már dolgoznak, akkor azért nagyon hasznos információkat tudnak kapni arról, hogy hogyan is érdemes választani, mire érdemes figyelni. És bizony nem egyszer volt arra példa, hogy éppen ezeken a napokon sikerül rátalálni valamilyen hivatásra, valamilyen foglalkozásra. Az iskola célja az, hogy mindenkit alaposan felkészítsenek a sikeres közép, illetve emelt szintű érettségére, és arra, hogy a választott pályáján sikerrel vegye az akadályokat.